annyi rossznak. Jó reggelt! Erről beszélt a kollégám. Kezdeni kell valamit ezzel a 10/8-al. Állandóan késnek, ez nem állapot. Egyértelmű. Nálam az első órán még mindig alszanak. Ha az év fennmaradó részében egy percet nem késnek, akkor megadjuk nekik az ötöst. Mit szóltok hozzá? Igazából más esélyük úgy sincs. Nagyon nincs, hát már én se tudok vele mit kezdeni. Oké. Okay. Jó lesz. Jó, legyen így. Segítenie kell. Ádám, megbeszéltük, hogy nincs időm sületlenségekre. Plutóniumot kell lopnom a kémia szertától. De megint elkésem, és így a többiek megfognak különjük, hogy valahogy vissza tudnék menni az időbe. Hát, nagyon veszélyesnek tűnik, de megpróbálhatjuk. Tegnap leestem a gerendáról, és beütöttem a fejem. Volt egy vízióm az időgépről. Azzal talán vissza tudnánk menni néhány percet az időben. Benne vagy? Az fantasztikus lenne, igen. Akkor kapaszkodj! Спасибо, спасибо. Идеальный, идеальный. Садись. Ничего там было много, лету на салат не ехать. Там я был маги не ловил. Налью, просто нам. Доки, mi történt? Azt hittem, csak 5 perce menjünk vissza. Én sem tudom, hogy mi van. Találkozunk a pincében. Le tudsz jönni? Várjon, jön valaki. Ez a tanár tök fadzser. Azt hiszi, hogy megír rosszul vagyok. Ja, a héten már először ezt. Az összes tanár egy húzzel a az biztos. Én nem lennék tanár. Hamarabb kimennék Amerikába. Ha mit csinálnak itt maguk? Dohányoznak? Dohányoznak? Nem. Na tűnés lefele az igazgatóiba. Hová, kis nyulacska? Csak nem meg akartunk lógni, Ádám barátom. Nem, de is. Menjünk csak vissza a tudás templomába. Na kérem, Szabó Zsombor elvtárs. Komezi hirtelen. Nagyon vicces. No, akkor mindenki szépen elővesz papírt. Papírt, zenzárt. Loki, tudja már, hogy mi a baj? Úgy néz ki, hogy túl lett kalibrálva az időgép, és egy picivel többet mentünk vissza az időben. Pontosan mennyivel, és amúgy is mi ez a cucc magán? Hát a 80-as években kerültünk. Miért nem tetszik az öltözetem? Valahogy el kell begyűlöm. Micsoda, azonnal vigyem minket vissza. Megpróbálom, de ugye semmit nem változtattál meg a múltban. Annak végzetes következményei lehetnek a téridő kontinuumban. Nem hiszem, bár pár tanárommal találkoztam azért. Magasságos egek, a jövőben ők nem lesznek tanárok.
Ez mindent megváltoztat a jelenben. Hát akkor mit tegyünk? Rá kell őket venned, hogy mégis a tanári pályát válasszák, mert egyébként mindennek vége. Jóha, hát ez nem lesz egy szép feladat. Majd én mutatok nektek valamit. Hát hallod, előbb veszik ének tanár, mint hogy ilyeneket hallgassak. Majd a gyerekeitek szeretni fogják. Na, ki tudja, milyen életesemény lesz nem sokára? Én biztos nem. Hát az iskolai bár. Persze, a május elsőjei felvonulás. No kérem, Ferenc, maga már megint elkésett. Semmire nem visz így az életben. Semmire? Semmire. Na majd megmutatok. Jó van, gyertek inkább, induljuk, majd megbeszéljük a diszkót. Jó, igazolom. Okosabb bárják egy ismeret. Ezt most miért mondod? Nem szeretem, hogy elveszítsd a tehetséget, és szeretem, hogy beiratkozzál az egyetemre, amiről beszéltünk. Na, egy utolsó tánc! Igen! Yeah!